betakarítás végeztével hajlamosak vagyunk megfeledkezni a növényvédelemről. Pedig az ültetvényeinkben ekkor is még ta találkozhatunk kórokozókkal, kártevőkkel. Ezek ilyenkor már meg is jelennek a levélzeten, nem fertőznek még, de ott vannak, látható jeleik vannak, és kárképek formájában a leveleken, a hajtásokon tudunk velük találkozni. Milyen megoldások vannak erre? Szület befejeztével azért az ültetvényeinknek adjunk résztartalmú készítményt. Ilyen résztartalmú készítmény a kuproxát, mely egy rész hatóanyagú készítmény, nem okoz perzselést, gyakorlatilag használható részérzékeny időszakban is a csonthéjasokban. Ez mellé koszavet nevű kénnel kellene együtt kijuttatni, és így tudnánk védelmet biztosítani a kórokozók, gombák, áttelelő képletei ellen így megakadályozzuk annak a lehetőségét, vagy lecsökkentjük legalábbis, hogy következő évben ezek a kórokozók, kártevők nagy mennyiségben jelen legyenek az ültetvényeinkben. A csonthiasokban a betakarítás után nem ér véget az élet, bár sokan úgy gondolják. Ilyenkor még azért találhatunk benne kórokozót, melyek tovább fertőznek, következő évre áttelelnek és újabb fertőzési gócokat tudnak majd kialakítani. Ezen kórokozóknak az elterjedésének a megelőzésére fontos, hogy használjunk készítményeket. Milyen készítmények azok, amelyek megállítanák nekünk az áttelelni készülő gombákat? Ilyen például a Sampion és a Kosavet. Kuproxátot akkor is lehet használni, amikor részérzékeny időszak van. Tökéletes terülést biztosít, tökéletes fedést a levélen, ezzel megelőzhetővé válik a kórokozónak a további terjedése, illetve fertőzése. A növényvédelem mellett még van egy nagyon fontos kérdéskör ebben az időszakban, a szüret után, ez pedig a lomtrágyázás. Milyen lomtrágyákat kellene felhasználni a csonthéjasokban? Ilyenkor megy végbe a termőrügy differenciálódás, ez gyakorlatilag a következő évi termést fogja meghatározni. Hogyan tudunk mi ezt pozitív irányban elmozdítani? Bortartalmú készítménnyel. Ez a bortartalmú készítmény legyen a Vuxal Boron Max, mely egy emelt bortartalmú, és ez mellett még káliumot is tartalmaz. A csonthéjasok nagyon fagyérzékenyek. Hogy ezt a fagyérzékenységet csökkentsük, ezért ezen időszakban lomtrágyázással, kálium lomtrágyázással tudjuk ezt pótolni. Milyen kálium lomtrágyát használjunk? Használjuk a Vuxal K40-et, melyet kálium bombaként szoktunk emlegetni, a nagyon magas kálium tartalma miatt. Evel a káliummal gyakorlatilag tudjuk majd kiváltani azt, hogy a növény fagyérzékenysége csökkenjen. Azért említettem a vuxál termékcsaládot, mert a vuxál termékcsalád tartalmaz egy olyan adalékanyagot, melyel, ha kipermetezzük a növényre, a levélen egyenletes elosztás biztosít, a párolgását csökkenti a permetlének, a permetlének a pH értékét stabilizálja, illetve egy visszanedvesedést biztosít a növény számára hogy felvehető formában tartalmazza, hogy felvehesse egyáltalán a készítményt, és a benne levő mikro- és mezoelemeket, és makroelemeket.